A városi földutak aszfaltozását sürgeti Pintér Tamás polgármester, keringőztek a hetedikesek a Móricz iskolában, Húshagyókedről és a Nagyböjtről kérdeztük Stermetszki András evangélikus lelkészt. Évtizedek óta segíti az érintetteket az anonim alkoholisták közössége városunkban. A Fehérvár együttes ellen lépett pályára kézilabda csapatunk. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Pintér Tamás polgármester február 15-én levélben kereste fel a Megyei Jogú Városok Szövetségének alelnökét, Péterfi Attilát, Pécs polgármesterét. A megkeresés alapját az a beruházás adta, amely nyomán például a fővárosban 2019-ben elindult egy program, amely keretében mintegy 250 kilométernyi földút kap szilárd burkolatot. Pintér Tamás az MJVS közbenjárását kéri, hogy ez a projekt a megyei jogú városokban folytatódjon. Településünk is egyike azoknak a városoknak, ahol még ma is mintegy 15 kilométernyi földút található. Ez egy megoldásra váró probléma, amely ügyében a polgármester a Megyei Jogú Városok Szövetsége közbenjárását kérte. Ennek megoldására, ennek lebetonozására egy olyan programot szeretnénk beindítani Dunaújvárosba, amely Budapesten már működik. A kormánynak a segítségével 250 kilométernyi földutat aszfaltoztak le Budapesten a Budapest útépítési program keretén belül, amely arra szolgál, hogy azokat a földterületeket, azokat az utakat lebetonozzák, amelyek még Budapesten sem tudtak az elmúlt évtizedekben megvalósítani. Ezt a programot szeretnénk mi is idehozni Dunaújvárosba, és éppen ezért fordultunk a Megyei Jogú Városok Szövetségéhez, és ott szeretnénk lobbizni annak érdekében, hogy ezt az útépítési programot itt Dunaújvárosban is megvalósítsák. Mint ahogy mondtam, 15 kilométer hosszú földutunk van, amelyet szeretnénk, hogyha ilyen módon is meg tudnánk valósítani, hogy ne legyenek járhatatlan utak, ne legyenek olyan utak, amelyek a közlekedésre nem alkalmasak. Az alsósok program sorát követően a felsősöknek is farsangi mulatságot szerveztek a Móricz Zsigmond általános iskolában. A rendezvényt a hetedikesek keringője nyitotta meg. Keringő, humoros és jelmezes performanszok, táncos előadások. Ilyen volt a Móricz iskolában a felsősöknek szervezett farsangi program sor. A közelmúltban az intézmény alsós diákjainak szerveztek ehhez hasonló elfoglaltságot, az is hatalmas siker volt. Legutóbb a felsősöknek szervezett mulatság is hozta a várt sikert, hiszen több mint 200 diák szerepvállalásával zajlott a program. A felsősökkel fogunk ma farsangolni egészen estig, nagyon készülnek az osztályok, minden felsős osztály produkciókkal készül, hagyományosan a farsangot a hetedik évfolyam keringője fogja kezdeni, ez lesz a nyitó tánca, a nagyobb keringője, utána jönnek az osztályprodukciók, táncos, vicces, humoros, kicsi paródiák, amikkel megpróbálják örvendeztetni a közönséget. Több mint 200 diák készült valamilyen beöltözéssel, produkcióval a múlt pénteki programra. Így érthető módon mindenki nagyon várta már, hogy a vendégek előtt is bemutathassák a produkciójukat. Hát ez mintegy 200 diákot érint, és hát ki egy hónapja, ki két-három hete, de itt minden szünetben, minden egyes testnevelés során egy kis tánc, egy kis zene hallatszik az iskolában, úgyhogy már nagyon várjuk a produkciókat, titkosak, tehát még mi sem láttuk. A farsangi mulatság apropóján az iskola is ennek megfelelő díszbe öltözött. Az alsó-felső zsibongót farsangi dekorációba öltöztetjük, igyekszünk olyan hangulatot teremteni, hogy a próbákra, amivel az osztályok készülnek a farsangi hangulatot megalapozni, már igazi farsangi jelmezében legyen legalábbis az iskola épülete, és ezek a gyerekek most szorongva várják a tornateremben, hogy egy kis verssel, egy kis mókával megnyithassák az osztályok egymást követő produkcióit, úgyhogy hatalmas az izgalom, és biztos, hogy fergeteges hangulat lesz itt este 8-ig. És hogy a gyermekek szemszögéből hogyan is nézett ki a gyakorlás, illetve mennyire várták a fellépést? Arról Sonfai Kamilla beszélt. Osztály készült erre a farsangra, olyan két-három hétig tartott csak az előkészülés, az egész osztály kalóznak öltözik, lesz benne néhány tornamutatvány is,
egyéb emelések lesznek benne, és igazából ennyi, ami így fontos. Karib-tenger kalózai zenét választották ki a gyerekek, és már nagyon várjuk az előkészületeket, vagyis hát már nagyon várjuk az előadást. Mind az alsósok, mind pedig a felsősök farsangi mulatsága jól sikerült tehát a Móricz iskolában. Az intézmény közössége február 23-án egy zenés programmal folytatja az elfoglaltságok sorát. Az idei évben február 21-ére esett húshagyóked, avagy a nagybőjt kezdetét megelőző utolsó nap, amikor még szabadott húst fogyasztani. A farsangi időszak végét jelentő napot, és ezzel együtt a hozzáköthető eseményeket Stermetki András evangélikus lelkész ismertette. Húshagyóked egyike a keresztény mozgó ünnepeknek, amely az idei esztendőben február 21-ére esett. Ez a nap egyben a farsangi időszak végét is jelenti, illetve ezen a napon fogyaszthattak utoljára húst az emberek, a nagybőjti időszak előtt. Az esemény lényegét és a hozzá kapcsolódó érdekességeket Stermetski András evangélikus lelkész tolmácsolásából ismerhettük meg. A húshagyóked ugyanúgy, mint a többi húsvéthez kapcsolódó egyházi ünnep, ez mozgó ünnep. Ugye attól függ, hogy mikor van a húsvét, a húshagyóked így mozog. Legkorábban, ha jól tudom, február 7-én lehet ez a nap, legkésőbben pedig március 9-én. Ugye a tavaszi napéj egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnap a húsvét, és ettől számolunk visszafelé. Ugye visszaszámolunk 7 vasárnapot, húsvét vasárnaptól visszaszámolunk 7 vasárnapot, és azt követően jön a húshagyóked, azaz 47 nappal vagyunk húshagyókedden, húsvét előtt. A húshagyóked ideje számos területen a karneváli időszak végét is jelenti. Gondolhatunk itt akár a velenceire is, vagy akár a hazánkban hungarikumnak számító busójárásra is. Az olaszból tükörfordítjuk ennek a mondatnak a jelentőségét, hogy karnevál, az azt jelenti, hogy húspá, elhagyjuk a húst, és gyakorlatilag ez a karnevál vége is. A leghíresebbekre, hogyha gondolunk, az pont Velence, szintén olasz nyelvterülethez kapcsolódik. Gyakorlatilag húshagyókedden van utoljára karnevál. Itt Magyarországon ezt inkább a mohácsi busójáráshoz lehet kapcsolni. Ugye már most hétvégén volt ennek a szezonja, és Hungarikum a mi busójárásunk, karneválunk, és gyakorlatilag keddel véget ér ez is itt Magyarországon. Egyházi ünnep révén egy adott időszak végét, és egyben egy másik kezdetét jelöli. Stermetski András kiemelte, az egyházi ünnepek rendre egyfajta keretet biztosítanak a különböző időszakoknak. Az egyházi ünnepek ilyen keretes szerkezetű ünnepek is egyúttal, ezért van az, hogy adventtől adventig tart az egyházi esztendő, amelynek szerves része a húsvéti időszak. De húsvéti időszakot megelőzi a bőjt, amely húshagyóked és hanvazó szerdával indul. Keddel véget ér a vízkereszti időszak, a karnevál, a farsang, a mulatság, és itt egy éles határt húzunk, ha úgy tetszik, egy kerítést vagy egy patkát, és onnantól más lesz. Stermetski András elmondta, a bőjti időszak lényege a húsvét várása, a bőjti időszak kezdetét pedig a húshagyóked jelenti. Közel 3 évtizede segíti már településünkön az alkohol és más függőségek rabjait az anonim alkoholisták közössége. A csoport számára az MMK biztosít bázist, ahol a függő szenvedélybetegek hetente 2 alkalommal találkoznak, és segíthetik egymást a gyógyulásban. Magyarország több mutatóban is igen rossz helyen áll a különböző függőségekkel, szenvedélybetegségekkel foglalkozó összehasonlításokon. Kiváltképp magas az alkoholizmus aránya, amely óvatos becslések szerint is legalább 800 ezer embert érint. Többek között őket és más betegségben szenvedőket segítenek Dunaújvárosban az anonim alkoholisták. Az MMK-ban működő közösségeket, csoportokat bemutató sorozatunk egy egészen különleges állomásához érkezett. A csoport pénteki találkozója alkalmával lehetőségünk volt beszélgetni Klárival, aki bemutatta az anonim alkoholisták közösségét. Beszélt a csoport múltjáról és céljáról, illetve arról is, hogy miként tudnak segíteni a különböző szenvedélybetegségekkel élőknek. Fontos megjegyezni, hogy alkoholista bárki lehet, nem csak a fejünkben élő sztereotípiáknak megfelelő ember. Az alkoholista az lehet egy nagyon jól szituált ember is, akár vezető beosztásban is, egyszerűen
van egy betegsége, ami abból áll, hogy nem tudja a szervezete feldolgozni teljes mértékben az alkoholt, megissza az alkoholt, ebből lebontja a szervezet így-úgy, de marad egy vegyület, egy acetaldehid nevű különböző összetevőkből álló vegyület, ami azért veszedelmes, mert blokkolja az agyi receptorokat, ott megszűnik az inger átvitel, és ezért, amikor ő arra gondolna, hogy akkor most abba kéne hagyni két sör után, már nem fogja tudni. Az anonim alkoholisták nem pusztán az alkoholfüggőségben szenvedőknek segítenek, hiszen hatalmas probléma az is, hogy a szenvedélybetegek függőségei változhatnak. Egy szenvedélybeteg például pillanatok alatt válhat túllevővé, szerencsejáték függővé. Mindezt azért, mert mindent szenvedéllyel csinál, így leginkább a függőségektől való szabadulásban kell segíteni az embereket. Ennek egy fontos állomása, hogy felismerjék a problémát, és adott esetben szakember, vagy megfelelő lelki támogatás segítségével elinduljanak a gyógyulás útján. Képes egyébként utat törni magának, tehát ha valaki alkoholistaként már nem fogyaszt alkoholt, nagyon könnyen áthelyezheti az addikcióját valami másba. Lehet, hogy édességpárti lesz, és akkor azt fogja tolni magába, hogy örömhormonokat termeljen, ugye, mint a csokoládé, vagy elkezd erősebben kávézni, ez nálunk elég gyakori, vagy a munkába menekül, vagy társas kapcsolatokba menekül, párkapcsolatokba menekül, és ott próbálja valahogy megtalálni, megkeresni önmagát. Klári szerint az anonim alkoholisták és más szenvedélybetegséggel élők segítségére létrejött csoportokra azért is szükség van, mert hazánkban sokáig csak az elvonó kúrák álltak a betegek rendelkezésére. Egy közösségben mind a szakemberek, mind pedig a betegek képesek segíteni egymást, ezzel is támogatva embertársaikat a gyógyulás felé vezető úton. Kell egy olyan platform, ahol a lelkiségét tudja ápolni, gondozni. Van, aki, és Amerikában ez ugye nagy divat, ők pszichiáterhez járnak. Magyarországon ennek nincs kultúrája, viszont itt megélheti hétről hétre azt, hogy alkalma van ventilálni az érzéseit, kimondani a gondolatait, elmondani a problémáit, megosztani. Ez a kulcsszó, mert szoktuk mondani, hogy mi ugye a szánkon keresztül ittunk, hát a szánkon keresztül kell gyógyulni, ez a mi hagyományunk. A közösség minden leendő tagot vár, akik szeretnének megszabadulni a szenvedélybetegségüktől, és elindulnának a gyógyulás útján. A találkozók bárki számára nyitottak minden hétfőn este 6 órától, és minden pénteken délelőtt 9 órától az MMK-ban. Nem hozott szerencsét a hétvége, nem tudta megtörni a rossz sorozatát a DKK a felnőtt együttese. Csapatunk 20-22-es vereséget szenvedett a támadásban hatékonyabb Albafehérvár KC elleni megyei rangadón. Megyei rangadón az Albafehérvár KC ellen folytatta a bajnoki küzdelmeket a DKK a felnőtt együttese. Rapatyi Tamás tanítványai, bár becsülettel küzdöttek, leginkább támadásban nem ment a kohásznak, így a mérkőzés során végig hátrányban játszott a csapat. Mikor a vendégek nagyobb előnyhöz jutottak, csak a különbség csökkentése sikerült, az egyenlítés azonban nem jött össze. A párharc végül 20-22-es vendéggyőzelemmel ért véget, a sípszót követően pedig a csapatok képviselői értékeltek. Hát belülről nem tűnt annyira magabiztosnak, hogy a pálya széléről, de egy nagyon nehéz találkozóra számítottunk, és igazából az is volt, az idejét se tudjuk, hogy mikor nyertünk utoljára Dunajvárosba, úgyhogy szerintem nekünk ez most egy óriási siker. Az viszont igaz, hogy azt gondolom, hogy viszonylag stabilan a kezünkbe tartottuk végig a találkozót, de soha nem tudtunk hátradőlni, hiszen a kohász mindig ott volt a nyakunkon. Mindig volt egy olyan teljesítmény, amikor problémába voltunk, vagy hullámba kerültünk, átlendített rajta. Egy jó kapus teljesítmény, egy nagyon stabil védekezésbe tudtunk építkezni az egész mérkőzésen, a végjátékban pedig mi voltunk a higgadtabbak, és ezért tudtunk nyerni. Büszke volt a csapatjátékára Varga Emőke,
Elmondása szerint egy kemény mérkőzésre számítottak, így még nagyobb eredmény számukra a győzelem. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert attól függetlenül, hogy egy pillanatig sem éreztem azt, hogy meg lenne a meccs, végig küzdöttünk, és szerencsére a végén tudtunk nyerni, de tudtuk, hogy nagyon küzdős, hajtós mérkőzés lesz, és hogy főként a védekezésbe fog eldőlni az, hogy kiviszi az a két pontot. Rapatyi Tamás szerint a csapat védekezésben elvégezte a munkát, ám az eredmény alapján még tovább kell javulniuk ezen a téren is. A támadás már mérkőzések óta problémás, ott is jelentős fejlődésre lesz szükség. Még a védekezésünket ezek szerint még feszesebbre kell tenni, hogy ennél stabilabbak tudjunk maradni, és talán az indításoknál, ami most megint magunkhoz képest kevesebb volt, amit lerohanásból tudtunk lőni, hogy ezeket a könnyű gólokat nem sikerült belőnünk, ami miatt gyakorlatilag csutottunk mindig az eredmény után, és a döntő pillanatokban mindig a rossz döntésünk következményeként nem tudtunk felzárkózni, és így végül is magunkat is vertük meg ebben. Oguntoja Viktória szerint a mérkőzés során a csapat leginkább saját magával küzdött. Támadásban sokkal eredményesebbnek kellene lenniük. Szerintem itt egész mérkőzés alatt igazából magunkkal küzdöttünk. Amikor felzárkózhattunk volna, akkor kiesett a labda a kezünkbe, elhagytuk a labdát, technikai hibákat követtünk el. Szóval ezekre oda kell figyelnünk. Igen, a védekezésünk az jobb volt, 22 volt, már nem is emlékszik, mikor kaptunk utoljára, úgyhogy tényleg az mondhatni összeáll. Támadásba kell fejlődnünk, szóval az átlövőinknek végre rá kéne jönnie, hogy lőniük kéne többet, és akkor talán eredményesebbek is leszünk, úgyhogy ennyit szerettem volna. A mérkőzésről készült írásos összefoglalót a Dunaujvarás online-on olvashatják el a DKK a drukkerei. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.